Szerintem már mindenki hullahoppozott, ha más nem, akkor gyermekkorában. Én is rendszeresen űztem, nagyon jó kis sport. Bár akkor még nem tudtam, hogy ennek milyen remek alakformáló hatása van, jó hatása van a csípőre, a hasra, a derékra. De most sokkal professzionálisabban közelítjük meg, mert egyáltalán nem mindegy az sem, hogy milyen az a karika. A hagyományos edzéseket nem mindenki szereti, és ma már rengeteg alternatíva van, például a hula-hop karika, de ahogy ezt így elnézem, ez nem egy általános karika. Ez egy nehezített karika, és profi felhasználása lett kifejlesztve. 18 éves kortól használható és sporteszköznek minősül. Habszivacs bevonattal van ellátva. A felhasználó az edzettségi állapotának megfelelően el tudja dönteni, hogy melyik számára a megfelelő. Általánosságban otthoni alakformálásra választják az eszközöket, de léteznek csoportos órák is, ahol egy nagyon vidám hangulatú edzésen lehet részt venni. Azt látom, hogy itt mindenki nagyon mosolygós, de hogyan lehet egy karikával alakot formálni? Ezeken a gyakorlati képzéseken mindenkit megtanítunk a karika pörgetésére. Konkrétan 99%-ban mindenkinek azonnal sikerül. Ez egy nagyon-nagyon élvezetes és biztonságos edzésforma. Az fontos lenne kihangsúlyoznunk, hogy homokora alakot képes csinálni. Napi 20 perc használattal valóban képes mínusz 1 centit levenni a derékbőségből. Ez nagyon sok hölgy szereti. Azért szeretem ezt a fajta edzést, mert egész testet átmozgat, és utána az ember egész teste bizsereg tőle, és csak a jó érzés marad.